abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mielőtt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek, az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdték Jézust. Amikor Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte, mit kívántok? Azok ezt felelték, Rabbi, ami annyit jelent, hogy Mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól, és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkente, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítás, ilyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, az évközi második vasárnap evangéliuma Jézus nyilvános működésének legelső pillanatait rögzíti. Roppant emberi, egyszerű pillanatok ezek nem hordoznak nagy teológiai tanítást, és mégis ebben az egyszerűségben rejlik alapvető üzenetük számunkra. A János evangéliumából vett szakasz egy sajátos érdekességet mutat fel. Az idős evangélista vagy a tanítvány írnoka, aki a szöveget lejegyzi, bő fél százados távolságból tekint vissza ezekre az eseményekre, mégis pontosan emlékszik mindenre. Meg tudja mondani az időpontot. A 10. óra körül volt, vagyis nagyjából délután 4-kor. Pontosan vissza tudja adni az első Jézussal váltott szavakat, amelyek kiszakítva az evangélium szöveg környezetéből olyannyira hétköznapiak, hogy nem is értjük, mit keresnek a szent szövegben. Mit kívántok? Mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg! Elmentek tehát vele, és megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez olyan hétköznapi. De bármilyen egyszerűek ezek szavak, beleégtek János apostolnak az emlékezetébe. Olyannyira, hogy még aggja korában is pontosan emlékszik rájuk. Számára ez a szent pillanat élete nagy perce, a találkozás Jézussal. Ahogyan egy szerelmes kristály tisztán és örömmel idézi fel a pillanatot, amikor először megpillantotta kedvesét, úgy János is hasonlóképpen tud elmerengedni az első Jézus házában töltött délutánon. A pillanat egyszerűségének megértése azért fontos számunkra, mert a szavak mögött kidomborodó történés nagy tanúságot rejt. Nem véletlen, hogy ezen a vasárnapon az első olvasmányban az ifjú Sámuel meghívásáról hallunk. Ő éjszaka hallja az őt néven szólító hangot. Sámuel, Sámuel. És háromszor hiszi azt, hogy az őt nevelő Éli főpap hívja. Csak negyedszerre ébrednek rá, hogy az Úr szólítja az ifjút. Isten szava eleven és átható, minden kétélű karnál élesebb, olvassuk a zsidók levelében, ugyanakkor szelíd és nagyon emberi ez a hang. Sőt, Sámuel egyenesen emberinek találja, nincs benne semmi hatalmas, ember fölötti és megdöbbentő, ezért téveszti össze Éli főpappal ezt a hangot. Az a tapasztalat jut osztályrészül,
mint Illés prófétának, akinek a Hóreb hegyén megmutatkozik az Isten. Aki azonban nem a hegyeket felforgató szélvízben, nem a földrengésben, nem a tűzben, hanem az enyhe szellő susogásában jön el. Igen, Isten jelenléte, Isten megszólalása lehet néha csodás, és lehet hatalmas, de legtöbbször egyszerű és szelint hang, oly tiszta és oly emberi. Sőt, nem csak emberi, de kifejezetten ember is, hisz Jézusban Isten szava öltött testet. És ez az ige most emberként szólítja meg az evangéliumban János, Andrást és Simont. János evangéliumában az emberi szerző nem írja le a szinoptikusoknál, vagyis a másik három evangélistánál leírt meghívás történetet, a háló, a halászhajó és az apa mellől való elszólítást. János, aki személyes emlékként hordja ezt magában, nem erre a látványos, nagy pillanatra emlékszik, hanem a délutánra, amikor elment Jézus házába, és vele töltötte az időt délután 4-től estig.